Sziasztok! Üdvözöl benneteket ismét a csatornámon! A mostani alkalommal egy YouTube intro videót fogunk készíteni, mégpedig a nulláról. Nézzünk is egy példát! Készítettem egy ilyen kis rövid kis animációt, de most nulláról fogunk indulni. YouTube intro kulcsszóval keresünk, így rengeteg templétet kapunk, amit megnyitva ugye láthatjuk, hogy ez ennyi. Rengeteg nagyon jó testre szabható, amit láthatjátok ezen. Ugye szöveget, hátteret, mindent tudunk variálni. Én most teljesen kitörlök mindent, hogy készítsünk egy saját YouTube intrót. Ehhez az elemeknél keresünk egy Color Animation kulcsszóval videókat. Ha ráviszik ugye az egeret, akkor láthatjuk, hogy mi van magába a videóba. Most keresünk egy olyat, amivel el tudunk képzelni egy YouTube intro elején. Ezt nem igazán. Ugye ezért jó, hogyha rávisszük az egeret, akkor látjuk, hogy milyen a maga a videó. Rengeteg jobbnál jobb videó van, amit tudunk használni. Igazából bármilyen célra. Most ezt fogom használni szerintem. Igazából a lényeget úgy is látni fogjátok, hogy miért mik a maga a lépések, és ugye elkezdem mozgatni fönt az idővonalat, akkor látszik, hogy ugye így mennek át ugye a színek egymásba. Itt oldal kettéosztása, majd megvárom, hogy eltűnjön ez a lila, oldal kettéosztása ismét. Erre a szövegrészre én most rá fogok tenni egy szöveget, legyen egy címsor. Ez üdvözöllek. Átalítjuk a színet mondjuk fehérre, és 4,8 másodperces is részbe teszünk rá egy animálást, mégpedig ez nem annyira, ez se jó. Becsúszás. Ugye ez igazából akkor jó, hogy ez az egyesítés, hogyha igen, és akkor most hogy azt még egy kicsit a két sor között, a sor közt lejjebb vesszük, hogy jobban nézzen ki. Elhelyezzük középre, na és visszamegyünk oda, hogy animálás, és
Itt lehet látni, ugye, hogy most szeretném, hogy ki és belépéskor is megjelenjen az animáció. Az azt jelenti, hogy a videó, tehát a videó részlet elején megcsinálja a befelé jövő részt, és ennél a résznél pedig itt a kifelé menő részt. Ha úgy szeretnénk egy szöveget megcsinálni, hogy mind a kettő ugyan, például ebben az esetben balról jöjjön be, de különböző időben, akkor először megcsináljuk a, és meg is mutatom, azt, hogy üdvözöllek. Visszamegyek ide. Nem egyesítés lesz, mert nekem az egyesítést kéne lenni, hanem legyen mondjuk becsúszás, legyen mondjuk balról, és csak a belépéskor. Ennek ugye az az értelme, hogy belépéskor bejön ez a üdvözöllek. Ugye ezt én most átmásolom. Mondjuk itt még egyszer ketté választjuk. Üdvözöllek, és akkor azt mondom neki, hogy ez itt is kell. Viszont igen, ennek viszont az animációját eltávolítjuk. Most csak az alsón fog bejönni. Tehát a ugye bejön a felső szöveg, és most bejön az alsó szöveg. Igen, most akkor gyakorlatilag benn van a két szövegünk. Most azt kéne, hogy tovább húzzuk, megnézzük, hogy itt tűnik el, akkor itt újabb ketté osztom. Én ezt a kettőt most kijelölöm, és ide beszúrom. Itt marad a becsúszás, viszont most balra, és csak kifelé. Ugye ennek az lesz az értelme, hogy itt a harmadik képkockán megérkezik a csatornám szó, és a negyediken pedig egyszerűen eltűnik. Mivel itt már csak a az üdvözöllek kell nekünk, ezért animálás, becsúszás, szintén kilépéskor és balra. Viszont elkövettük azt a hibát, hogy itt kell ketté osztani, innét pedig egyszerűen eltávolítom, arra nincs már szükségünk. Jó. És itt azokkal is az is lehet játszani, hogy az oldalon belül milyen áttetszések legyen, illetve maga a feloldás, csúszás, körkörös törés, vonalos törés, a párosítás, stack vagy a szeretelés. De most, mivel maga a háttér is, maga egy animációt használunk, így igazából nagy szükségünk nincsen rá. Ez akkor lehet fontos, ha mondjuk itt a harmadik képkocka után én egy másik animációt használnék, például ahol körök jelennek meg, ott nagyon látványosan tud mutatni az, hogy a két részlet közé beteszek egy ilyen körkörös átmenetet. Viszont még egy nagyon fontos van, ugye, hiányzik alóla a zene. A feltöltéseknél itt vannak a hangok. Célszerű, hogyha a YouTube videóról beszél, YouTube intróról beszélünk, a YouTube zenetárából letölteni a zenét, és akkor ugye ott a előadó és a számcím megjelölésével a videó leírásában nem fogtok semmiféle jogi problémába keveredni, nem lesz semmiféle korlátozás a videótokon. Én most ezt a zenét fogom használni. Ugye látszik az, hogy a kampa magától
megvágta a zenét a videó végén. Ugye, ha duplán rákattintunk, akkor ugye tudjuk mozgatni azt, hogy a zene melyik része legyen a lejátszásban. Ha elkezdem húzni jobbra vagy balra, akkor lehet látni, hogy a lilával kiemelt részben mozog a zene, viszont ezt belehallgatunk. Valamiért nem indítja, jó van. Igen, mert itt van a végén vagyunk, visszamegyünk az elejére. A zenére rákattintva még egy nagyon fontos dolgot be kell állítanunk, ez pedig a hangeffektusok, hogy a videó elején milyen ütemben kezdjen a hangosodni, lehet látni ezt a kis háromszöget, illetve a végén ugyanezt megcsinálom, hogy 2,5 másodperc legyen az a rész, ahol elkezd halkulni. És ugye most nincs más dolgunk, mint hogy egyszerűen ezt most letöltjük, és ugye MP4 formátumban ez tökéletes lesz a YouTube-ra is, és maga a méret, ami ugye itt maga a vászon mérete, az pont egy olyan méret, amit a YouTube-on nekünk használnunk kell. Érdemes ezeket a Color Animation videókat végigböngészni, mert tényleg nagyon jókat lehet találni, hogyha valaki saját maga szeretné elkészíteni az intróját, például ez is egy nagyon jó kis színek, hogy jönnek be különböző irányokból, és hogy ezeket természetesen tudjuk is kombinálni saját magunk is. Közben lejött a videó, belenézünk. Ugye ezt lehet hallani, hogy a videó elején és a végén nagyon jól lehet hallani. Az elején annyira nem hiszem maga a szám is, hogy ott kezdődik, viszont itt a végén szépen elhalkul. Ugye alapvetően ennek, amit én most készítettem, a legnagyobb hibája az, hogy ezek a részletek nagyon hosszúak, tehát sokkal célszerűbb egy olyan videót keresni, ahol rövidebb részletek vannak, hogy könnyebben lehet rövidebb részekre szabni a szövegeket, vagy úgy megvágni, hogy ne legyenek ilyen hosszú ideig ott a szövegek, hiszen nekem 4,8 másodpercig tart sőt 4,6 másodpercig tart, míg bejön az első, majd utána 4,5 másodperc, míg bejön a második szöveg, ugye utána ez ott marad egészen a 4,8 másodpercig, amíg a harmadik videóm tart, majd még egyszer majdnem ennyi idő, míg eltűnik a végén is a szöveg. Hát ugye ilyen sokáig általában felesleges ott tartani egy szövegrészet, tehát 1-2 másodperc maximum, ami egy-egy ilyen kis résznek lennie kellene, de hát ugye ez most csak egy egyszerű bemutató volt, hogy hogyan tudjuk saját magunk elkészíteni ezeket a videókat.
szeretnélek megmutatni, ezt például én most így kitörlöm, és erre fogom tenni egy, ez itt jó is nekünk. Ugye ezt ide rátesszük a végére még. De is ez 10x másodperc, hát ez nekünk nagyon nem kell. 16 másodperc, ugye kijelöltük a videót. Lehetséges ugye úgy megvág, úgy levenni hozzá, hogy itt a végét megfogom és elkezdem a balegér lenyomásával elkezdem húzni és akkor egyszer lerövidül. Illetve ha videóra rákattintok, akkor itt van fönt az olló, és akkor az ollóra rákattintva szintén be tudom állítani az elejéről és a végéről is, hogy milyen hosszú legyen maga a videó. Vagy pontosan a videó részlet. És akkor itt viszont fontos, hogy tényleg ne, most tudom, meg tudjuk-e nézni rendesen, elindul-e. Hogy itt ennél a résznél legyen egy valamilyen átmenet, vagy az a feloldás, vagy mik ez például lehet az a körkörös, lehet változtatni, hogy kifelé vagy befelé, most legyen kifelé, időtartam, hogy mennyi ideig tartson, most legyen egy, húzzuk egy jó hosszúra. Áthúzom ide. Lehet látni szépen, ugye a két videó közti átmenet is szépen megcsinálta számunkra a Canva. Itt azzal is lehet játszani, hogy majdnem minden részre különböző effekteket teszünk be, vagy adott esetben a második effekt után már változtunk, váltottunk, és minden második szövegrészletnél jön be egy újfajta animáció. Hiszen rengeteg jobbnál jobb animációt találunk itt, amit tudunk használni bármilyen célra gyakorlatilag. Ugye arra kell törekedni, hogy a szövegünket igyekezzünk egy olyan helyen elhelyezni, ahol igazából nem túl zavaró, hogy ott van. A mostani videó ennyi lett volna. Amennyiben tetszett a videó, kérem lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, ne felejtsetek el rányomni a kis csengő ikonra, ha szeretnétek további értesítéseket kapni az új videóimról. Szeretném figyelmetekbe ajánlani az Oktas Online weboldalán fent lévő oktatóanyagaimat, a videók mellett a videókhoz tartozó forrásfájlokat is megtaláljátok, illetve szintén szeretném figyelmetekbe ajánlani a csatornának a Facebook oldalát is, aminek a linkje szintén ott van a leírásban, ahol a videók mellett egyéb érdekességet is találhattok. Sziasztok!